A legnagyobb óvatosság és odafigyelés ellenére is bárki válhat áldozattá. Valamennyi veszélyhelyzetre, bajra képtelenség felkészülni, azonban fontos, hogy mi magunk lehetőség szerint mindent megtegyünk, hogy ne váljunk sértetté, illetve áldozattá. Erre hívja fel a figyelmet az Áldozatok Napja, amelyet minden évben február 22-én rendeznek meg. Ez a nap azért is fontos, mert így 24 óra erejéig a rendőrség mindennapi küzdelmei kerülnek előtérbe. Hát mindenféleképpen fontos már csak azért is, mert ugye ez egy megfelelő fórum a figyelemfelhívásra, és az áldozattá válás az mindig az állampolgárok egyik sajátossága, tehát mindig rajtunk múlik, hogy mekkora esélynek tesszük ki magunkat, hogy bűncselekmény áldozatává váljunk. Az áldozattá válás kockázatát leginkább a társadalmi szerepek, az életstílus, az életkor, a családi és baráti környezet, illetve a szokások befolyásolják. Az idősebbek gyakrabban esnek a trükkös lopások és csalások áldozatául, míg a fiataloknak elsősorban az internet jelent magas kockázati tényezőt. természetesen az idősebbek folyamatosan nagyobb veszélynek vannak kitéve. Nyilván egyrészt fizikai Egészségügyi állapotunkban fakadóan, másrészt nagyon sokan vannak, akiknek már kevesebb hozzátartozójuk van, így kevesebb figyelmet kapnak. A bűnözés egyre inkább az internet irányába, tehát most már azért mindenki használ különböző internetes felületeket, különböző internetes közösségeknek a tagja. Nagyon sok minden kezdődik az interneten, tehát még hogyha a bűncselekmények egyébként úgy betöréssel fejeződnek be, akkor is van olyan, amik az előzménye az interneten kezdődik. Gondolok itt például azokra az esetekre, amikor ugye sértettek, azt mondják, hogy de hát senki nem tudta, hogy ő hétvégére elutazik, hétvégén vagy akár kéthetes nyaralásokat tesz. Ugyanakkor a Facebook oldalán az első poszt, amikor megérkezik az, hogy posztolja, hogy milyen szép környezetben van. Sokszor nem gondolunk arra, hogy bizonyos ezekben az esetekben saját magunk hívjuk fel a figyelmét az elkövetőknek arra, hogy most valószínűleg egy-két napig nem tartózkodunk otthon a bűnügyi statisztikák jelentős javulását nem feltétlenül a megoldott bűntények feltárása, hanem azok megelőzése eredményezheti. Épp ezért fektet új budan nagy hangsúlyt a prevencióra. A rendészeti osztály két programban is részt vesz, ez az iskola rendőre program, illetőleg a 60 plusz új Buda program keretében működünk. Előadássorozatokat tartunk, illetőleg jelen vagyunk az iskolákban is, oktatásokat tartunk az iskolákban, valamint tanítás időszakban, ugye a közterületen vagyunk jelen, valamint tanítást követően pedig a diákok által látogatott helyeken, bevásárlóközpontokon.